Jól halad az oltás a kapubári oltópontokon. Eddig több mint 8000 ember kapta meg a koronavírus elleni vakcinát. Dr. Benedek Zoltán főigazgató telefonon értük el. A házi orvos által beküldött betegek oltása történik. Korábban volt az SMS-sekre, szintén háziorvosi beküldésre oltások, pedagógusokat oltottunk, rendvédelmi szerveket oltottunk, és természetesen az egészségügyi dolgozók, illetve az egészségügyhöz közel álló dolgozók, valamint a krónikus betegek, akik folyamatosan, ahogy regisztrálnak, 50 pluszosok, illetve az 50 alatti krónikus betegek, akik tudnak jönni hozzánk. Összességében most ami statisztika előttem van, a mai napig, januártól oltunk, a mai napig több mint 8000 oltást adtunk be, és nagyon sok ebből az első oltás, tehát a hét napja gyakorlatilag minden napra betáblázottak vagyunk. Milyen ütembe tudnak haladni, tehát egy nap hány ember tudnak beoltani? Milyen a kapacitás? Az oltópont felállításától függően, illetve úgy fordítanám meg a kérdést, hogy ahogy kapjuk a jelentkezőket, és ahogy kapjuk a oltóanyagot, attól függően több oltópontot tudunk beállítani. Átlagosan napi 200 és 350 nem beteget, hanem pacienst tudunk beoltani. De például a mostani pénteken, ahol jönnek a második oltásosok, a nagypéntekes második oltásosok, ott közel 800 embert fogunk tudni beoltani. Ehhez viszont az kellett, hogy a pénteken ugye nincs olyan sok szakrendelésünk, de azok is az oltópontnak a szolgálatába fognak állni, és úgy szervezik a betegellátást, hogy péntekre ne legyen külön beteg, illetve csak az akut ellátás folyik. Erről fogunk majd értesítést kiküldeni. Ugye a szakemberek is részt vesznek, tehát van orvos is az oltásnál, illetve hát ápolók, akik beadják az oltást. Hogyan tudják szervezni a munkájukat, hogy az oltások is meglegyenek, de tudják biztosítani a betegek ellátását is? Ez egy elég nagy szervezést igényel. Hál' Isten ápolási igazgató asszony ezt kézbe vette, és az ápolási dolgozók rendelkezésre állnak. A nagy rehabilitációnk ugye most kevésbé működik, tehát csak azok jönnek rehabilitációra, akiknél ez mindenféleképpen az elmaradás állapotromlást okozna. Viszont ők nincsenek olyan sokan, akiket nem tudunk úgy egy picit halasztani, bár egyre nagyobb az igény, hogy jönnének vissza, és ezen a felszabaduló dolgozók, akik jönnek, többek között besegítenek a gyógytornászok, besegítenek a fizikoterapeutások, és annyit kell tudni, hogy nekünk egy oltóponthoz, az egy orvoshoz kell két adminisztrátor, kettő oltószemélyzet, kettő kolléganő, aki a betegeket irányítja, és plusz még a bejárathoz is a biztonsági szolgálat, tehát egy oltópont az egy 8-9 embert köt le. Értelemszerűen nagy pénteken, amikor 4 oltópontot működtettünk, akkor közel 40-en voltak szolgálatban. Mi az, ami működik most a kórházban, így az oltás mellett? Milyen munkát tudnak elvégezni? Gyakorlatilag az összes szakrendelésünk működik napközben. A fekvőbeteg osztályok közül a krónikus belgyógyászat működik annyira, hogy a megye intézményeinek a közös megbeszélése alapján a nem lélegeztetőgépre szoruló, de oxigénellátást igénylő covidos betegeket is átveszünk más intézményből. Jelenleg 24-25 covidos betegünk van a belgyógyászaton teljesen külön izoláltan, illetve vannak az egyéb belgyógyászati betegek is, 18-20-an, akik más betegség miatt igényelnek ellátást, természetesen elkülönítve, és a limitáltan, ahogy mondtam, az állapotromlás megelőzendő rehabilitációnk is működik, valamint a Dénesvalli pszichiátriai bentlakásos intézményünk is gyakorlatilag teljes kapacitással megy. Tehát amit lehet, azt viszünk. A rehabilitáció csökkenéséből felszabaduló kollégák azok, akik besegítenek a többibe, és nagyon örülök neki, hogy
önként és eddig még nem volt olyan problémánk, hogy valamilyen látásunk zavart szenvedett volna. Az egynapos sebészet jelenleg úgy tudom fel van függesztve. Az egynapos sebészet felfüggesztésre került központilag, ugyanígy felfüggesztett a nappali kórház. A mi szempontunkból ez most annyiban idézőjelben előny, hogy oda tudjuk tenni az állandóan működő oltópontunkat, és így gyakorlatilag rendkívül kulturált körülmények között tudjuk fogadni a betegeket. Betegeket, mindig beteget mondok, nem betegeket, pacienseket. Nekünk most így elsődlegesen a legnagyobb mennyiségben a Pfizer, amit mi használtunk, ez az elmúlt időszakban 5000 lesz nagyságrendetétel. A Sputnik az most kezdi behozni a Pfizer, tehát ott már 4000-es mennyiségnél tartunk, és ugye emellett még van az AstraZeneca, de ahogy jön meg az új anyagok is, volt anyagok is, és megkapjuk a jelentkezők névsorát, ugye amit a házi orvosok segítségével, tehát nem mi szervezzük be az oltóanyagot jelenleg, hanem a házi orvosok segítségével kapjuk meg a betegeket, illetve a központi SMS szolgáltatáson keresztül tudnak hozzánk betegek jönni, ami eddig is mindig volt, ugye a legelső az értetlenkedésem, amikor valaki azt mondja, hogy nem oltatja be magát. Második dolog, ami meg véleményem szerint az egyik legfontosabb, és nem én találtam ki, de teljesen egyetértek vele, hogy az oltásnak a bármilyen szövődménye még mindig lényegesen kevesebb, mint amit egy megkapott vírusfertőzés az esetek nem kis részében tud okozni. Nem beszélve arról, hogy az oltásnak ez a kis hőemelkedés vagy gyengeségérzet, ez egy-két napos a tapasztalataink szerint maximum, és nem mindenkinél jelentkezik. Viszont egyre többet hallani arról, hogy a víruson átesett betegeknek úgynevezett késői tünetek jelentkeznek, amelyek a megkapott vírusfertőzés számlájára írhatóak. Ezeket kell elkerülni mindenféleképpen. Tehát én alternatívának csak az oltás, és csak az oltás, amit látok.